Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy videó, újabb videóban. Ma megtekintjük a erdőszéli csipárkét. Nos, akkor szerintem be is mutatom nektek ezt a fajtát. Nagyon érdekes. En néz ki. Néha a fókusz az így bezavarodik. Nos, hát ez így néz ki. Ez ki jó köze rángatja az izét, a kezemet. Azért ezért rángatózik a felvétel. Ez az alja az ilyen, tehát ilyen, és nem sárgul, nagyon fontos, a sárgul, akkor semmiképpen ne szedjétek fel, ezt kimond, meg az akarja zabálni. Ezt annyira, ez ki. Mindegy, most ez nem olyan nagy gáz. Megmutatom ezt, tehát is, ez egy fiatal, ilyen, így néz ki. Ez se sárgult be, onnan tudom, hogy ez az ehető. Fajta. Csipárke. Kettőt sikerült találnom, több nem volt sajnos. Ez egy nagyon ízletes és értékes gombafaj. Nem összetévesztendő a termesztett csiperkével, hogy annak kis tömzsi tönkje van ennek meg. Ennek meg ilyen hosszú. Ennek ilyen hosszú, nagy tönkje van. Az illata kellemes, ilyen édeskés. Ilyen gombaszerű, de édes. Elég édes illata van. Tehát eléggé kellemes illata van. A íze is nagyon-nagyon ez egy nagyon ízletes gombafaj. Lekaszálták itt most tintagombát, ezért jöttem ki először. Mondom, ránézek a tintagombákra, mert már gyanús, hogy már nőnie kéne, mert már egy 3 napja voltam kint. És ugye 2 napos gomba, tehát 2 nap alatt kinő. És el is pusztul persze, ennyi idő alatt. De megnéztem, se élő, se döglött nem volt. Semmilyen tinta nem volt. Most, bocsánat, csak 1080p-t tudok, de már egyszerűen nincs elég tárhelyem. Állandóan elfogy a kurva anyját. Nem győzöm tisztítani, hát ugye rengeteg felvétel miatt, amit fölveszek. Ugye a gombát azt most igyekszem berakni a képbe, mert ugye volt már pár olyan videó, hogy nem láthatok semmit se a fajból, amit leszedtem. Ide visszarakom. Ez egy nagyon szép ehető gomba, haza is viszem szerintem, de csak 2 darab van, ezért ezek hazaviszem őket spórának. Hát egyik ezeket felhasználhatnám még, de nagyon jó gyöngék, de hát nézzétek meg, ez is már félig el van tűrve. A lemeze eléggé puha, mondjuk ez minden gombára igaz. Puha lemezű. Az illata édes, az ízeit azt, az is inkább ilyen édeskés, eléggé. Hát csemeg a gomba konkrétan. Hát egy csemeg a gomba faj. Millió millilégy van, és azt hiszem rájuk a szúnyogok. Tudja, szépen most befókuszálta. Ja. Akkor azért még pár pillantást azért még vedünk rá. Tudja, szépen megnőttek, de nem hoztam semmi gombász tudszott, mert csak körülnézni jöttem. Tudja, nem hoztam a gombászó kitemet. Nem hozta a gombász kitet. Jaj, most így csináljuk. Ugye, ez így néz ki. 2 gyönyörűséget tudtam már ma találni, és sajnos több gomba nem volt itt ezen a helyen. Máma nem is tervezek több helyre emre benézni, mert szerintem felesleges, úgy sincs semmi. Most volt eső, konkrétan most. Konkrétan most állt el egy olyan fél órája, akkor jöttem ki, amikor elállt. Ugye, zsebre teszem őket. És remélem, hogy nem fognak összetörni. Valahát ezt inkább tünk nélkül viszem haza. Á, nem. Valam tünk is, aztán remélem, hogy nem törik össze. Sajnos törékenyek nagyon. Ez a faj is azért eléggé törékeny, bár mondjuk annyira nem, mert ugye
Azért el lehet így vele vacakolni, hogy ne törjön, de azért el tud törni nagyon hamar, mert ugye vékony. Tehát nem van nagyon vastag kalapusú, mondjuk egy vargánya. Tehát a vargányát az földhöz vághatod, még akkor sem plocsan szét, néha olyan kemény. Főleg a picikeket, azokat hiába, azokat ütheted, vághatod. Amúgy ilyen kicsit ilyen ködös idő van most, de nem vészes. Még mondott már az ivatarokat, mert ott már jön a kövi hullám, ott ment a miénk, ami okozott itt esőt, és akkor most már jön a kövi hullám. Na jó, sziasztok!